Kerékpáros felvonulással indult az ünnepség, az ovisok szülői kísérettel és rendőrségi felvezetéssel bringáztak Győr-Szentivánon. Miután a gyerekek visszatértek az óvoda udvarára, egy nagy csoportos vágta át a vadonatúj Kresszpark szalagját. Ez egy nagyon nagy és régi álomnak a beteljesülése. Egy olyan dolgot szerettünk volna, ami a városrész kertvárosi jellegéből adódóan nagy segítség szerintem a szülőknek és az itt élő embereknek, illetve majd az iskolának is. Itt a helyszínen, balesetmentes környezetben tudják a gyerekek a biztonságos közlekedés szabályait gyakorolni, játékosan, tevékenységbe ágyazva, és természetesen a legeslegfontosabb szempont a játék számukra, miközben olyan dolgokat sajátítanak el, ami majd például az iskolába járásnál nagyon-nagyon fontos lesz számukra. Nem jó semmi! Lehetek, mert nem jó semmi! A gyerekeket nem kellett sokáig bíztatni, hogy birtokba vegyék a pályát, amit több szervezet összefogásából tudtak megépíteni. A Kantarosz Alapítvány 1 millió forintos támogatással segített. A gyerekek a Kantarosz Alapítványnak, a Kantarosz Gála Szervezőbizottságnak a legfontosabb momentum, a legfontosabb meghatározó tényezője neki, mert tulajdonképpen ezért is jött létre a Kantarosz Alapítvány, hogy a gyerekeket, a gyerekközösségeket, a rászoruló gyerekeket, a rászoruló családokat tudjuk támogatni. És hát a döntés most úgy született, hogy a szervezőbizottság a beadott pályázatok alapján, ami ebben az évben nagyon sok volt, közel 40 pályázat érkezett, ebből 16 pályázatot tudott támogatni a Kantarosz Gála. A szülők is hozzájárultak ahhoz, hogy elkészülhessen az ovisok számára nagyon hasznos Kresszpark. A Szent Iváni Óvodáért Egyesület 750 ezer forintot gyűjtött össze. Minden olyan programot megragadunk, ahol olyan rendezvényt tudunk, programot tudunk csinálni a gyerekeknek, amit ugye élveznek, szórakoznak, de egyben bevételi lehetőségünk is van. 3 éve már tudjuk fogadni a szülők által felajánlott 1%-okat, és azt hiszem, hogy itt van a gyümölcse. Tehát, hogyha sok ember összefog, az a sok-sok 1%, az most már azt jelenti, hogy több mint 1 millió forint volt a számlán, és úgy gondoltuk, hogy ez az ötlet, ez a létesítmény, ez megérdemli, hogy támogassuk. Helyi vállalkozók is segítséget nyújtottak, a kivitelezésről és az alapanyagról a Glaser Trans gondoskodott.